Filmsorozatunk utolsó részében ejtsünk néhány szót az üzemeltetés gazdaságosságáról. A legfontosabb tényező az üzemanyagfogyasztás. Egy tehergépkocsi üzemanyagfogyasztását nagyon sok tényező befolyásolja. A terhelés, az útvonal jellege, domborzata, időjárási körülmények, a pótkocsi és persze a vezetési stílus. Igazán objektív képet a hitelesített összehasonlító tesztek adnak. Szerencsére a németországi TÜV SZÜD nemrég elvégzett egy ilyen tesztet, éppen egy ilyen új generációs, 470 lóerős Euro 6 D motorú TGX vontatóval, illetve összehasonlításképpen egy előző generációs, 2018-as modellévű Euro 6 C motorú 460 lóerős vontatóval. Közel 700 kilométert tettek meg országúti forgalomban és autópályán vegyesen, és közben a pótkocsikat, illetve a gépkocsi vezetőket is cserélgették, hogy ezeket a befolyásoló tényezőket is azonos szintre hozzák. Az eredmény lenyűgöző. Az új TGX 8,2%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztott el, mint elődje. Ez egyébként teljesen jó összhangban áll a gyár által ígért 8%-os fogyasztás csökkenéssel. De mit is jelent ez a 8%? Ha egy ilyen szerelvénynek az átlagos fogyasztását 100 km-enként 25 liternek vesszük, akkor ez nem kevesebb, mint 2 liter. Miből is tevődik össze ez a bűvös 8%? Nos, az új D26-os Euro 6 D minősítésű motor már önmagában 4%-kal fogyaszt kevesebbet, mint elődje az Euro 6 C változat. Ezen kívül a kisebb viszkozitású motorolaj még egy 0,5%-ot hozzátesz ehhez. Ezen kívül az MAN egy új hipoid fogazású hajtott hátsó tengelyt is bemutatott a TGX-hez, amely akár 2,31%-os hídáttétellel is rendelhető. Ez 0,9%-kal járul hozzá fogyasztás csökkenéshez. A továbbfejlesztett MAN Efficient Cruise, vagyis a domborzathoz előrelátóan igazodó hajtáslánc vezérlés, immár az infrastruktúrához is igazodik, ez további 2,5%-kal csökkenti az üzemanyagfogyasztást, míg a javított aerodinamika 0,2%-kal. Ha mindezt összeadjuk, 8,1%-ot kapunk. Persze az üzemeltetés gazdaságosságát nem csak a fogyasztás határozza meg. Nagyon fontos a megbízhatóság és az üzemidő is. Az új TG család egy vadonatúj felépítésű elektromos és elektronikus rendszert kapott, amely sokkal megbízhatóbb, és ráadásul már a jövő önvezető funkciója is felkészítették. Ezen kívül a TGX szerviz intervalluma elérheti a 140 ezer kilométert és a 18 hónapot, míg a dízel részecske szűrőt elég csak 900 ezer kilométerenként tisztítani. Ráadásul az MAN Service Care program az adott jármű tényleges üzemeltetési körülményei alapján határozza meg, tehát rugalmasan mondja meg a karbantartási ütemtervet. Sőt, az MAN üzemidőgaranciát is kínál, ez azt jelenti, hogy egy váratlan meghibásodás esetén, ha elhúzódna a javítás, akkor cserejárművel vagy pénzbeli ellentételezéssel segíti az ügyfelet, hogy tovább végezze a munkáját és hatékonyan tudjon tovább dolgozni. Ezen kívül az MAN rengeteg digitális szolgáltatása és alkalmazása segíti a járművezetőt, illetve az üzemeltetőt, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a jármű használatát, üzemelését. Mindezek összefoglalásaként csak annyit mondhatok, gratulálok MAN!